Szarhoz a hidat. De miért? Mert nincs megcsinálva, és onnan nem tudunk bemenni. De oda mi kell, csak fa nem? Neked is Amúgy én azt elküldtem, nem... csúcsú. Neked is elküldtelek. Csúcsúnak is elküldted a csúcsú. Ez csúnya volt, ez csúnya, ez csúnya. Miért az kurva menő? Aha, latexes kötözött csonka, bazd meg. Azért, azért jó, nyilván az, nem. Az emós Michelin gumibaba. Az a motort elfogadnád. Kis vagy jogok, te kirabogó? Leginkább az árát, nem? Szerintem a csúcsú elfogadná azt a motort. Én a zárát elfogadnám. De biztos zárát. Vagyok benne, hogy... Úgy láttam ugyanilyet egyébként robogón. Á, futom, én rugót néztem, de nem lehetett kivenni, hogy könyörög az életéért. Na várjál nekem, akkor el kell mennem. Nem biztos laprugós volt, tesó. Szóval Bridge the Gap-et kell megcsinálnom, igaz? Igen. Ó, gyerekek, beküldtek a hülyeségbe. Hát az a baj, hogy nem tudjuk lebontani a tornyokat. Így van, de én már az egyiket lebontom. Hát az már meg van csinálva, igen, de még a középső nincs feloldva. Mátya, javítsa meg fel a Fallen Powerlinéket, mert ez így nem állapot. De csak egyetlen egy hit kell ez, ami itt van. Hát jó, hát ezt easy belemegyek. Igen, de még kell még a Fallen Powerline is, mondj neked. Így van, még van kettő hely. Most én nem értem. Tehát... Kérlek szépen a játék neve SnowRunner. De most figyelj már, most amúgy valamit ki kell találnom arra bazznek, hogy nézem a követéseimet, és ez most félreértés ne essék abba, amit mondok. Egy ezer emberből, akik bekövetnek, abból egy csaj. És ez az a problémám amúgy. Nem akarom, hogy az nem lenne, ez így jó, csak az a baj, hogyha kiszámolom, hogy 10 millió magyar lakos van. Ja. Most nyilván nem fog mind a 10 millió bekövetni, de hogy ezzel csak annyi a probléma, hogy így, hogy csak a csávók követnek, hogy így a vége az lesz, hogy fele annyi ember fog követni, mint amennyi követhetne. De most kétire gondolsz? Nem. Arról beszélek, hogy amikor az Instagramon nézem, hogy bekövet 400 ember mondjuk, van olyan nap, abból az összes faszi. Miért kapokulod van neked 400 követődél egy napon? Hát ilyen láfét is is. De nem az a lényeg, hogy én hogy nézek ki, hanem hogy rózsaszín smartokat kell majd bemutatnom meg ilyen szarokat. Hogy nézel ki? Hogy nézel ki? Nem én vagyok, mert a legtöbb videóm például mostanában csak ilyen autós, az rajta se vagyok. Hát nekem a múltkoram... Szerintem ma is jött egy 150 követő, de egyébként a múltkor volt olyan nap, hogy 500 jött, 500 valamennyi jött egy nap alatt. Tehát attól függ, változó. Van, hogy csak 100, van, hogy 50, van, hogy nem tudom, sok. Hát amit szombaton kiraktam videót, ez egy jó példa erre, a szombati videóm, az most tart 60 ezer megtekintésnél. Az idő alatt azért úgy becsúrran cseppennek követések. Gergő, megsúrom, hogy nál... De ne, a vast, adja le a Fallen Powerline-nál. De az hol van? Az ott volt neked közelben, nem kellett volna felmenni a hídra te. Hát de valahogy meg kell forduljak vele, baszki. Akkor mennyibe ott kellett volna te? Ott forduljál meg bent. Mi tolassak fel itt. Nem, menj be a olajfúróhoz, kerüld meg és gyere vissza, és aztán majd menj vissza. Van rajtad egy vas? Rajtad is van egy vas? Igen, van rá egy vas. Mert rajtam is van egy vas. Hát akkor... Gerőnek kell adni azt a vasot. De mi, hogyha most a Guttika oda viszi, akkor nekem miért kell? Hát azért, mert akkor az a vas, az akkor nem megy kárba, ami nálad van, és akkor lesz helyed. Én az utcán is követlek. Hát Geri, az necces, nem sűrűn vagyok az utcán. Hát ezt elbasztáltuk. Van bábozódva, csáó. Be vagyok bábozódva, igen. Nem egyébként. Hát ez valamilyen tucsok. Hát én ilyen izé vagyok. Kocsok. Nem tudom, majd lehet, hogy egy hétig csak ilyeneket fogok kirakni, hogy rózsaszín BMW, ilyen Swarovskival díszített BMW,
meg rózsaszín smart, meg nem tudom, ilyeneket fogok keresni. Mi meg ilyen altakotokról el fogjuk tereszteni. Én amúgy nem szoktak megtalálni egy promotiorkár, ilyen bot, nem, akutok. Nem. Nem? Engem még a büdös életben, jó, ha nem volt, de most az elmúlt 2-3 hónapban egy ilyen kínai cég, kínai cég írt rám, hogy valami autó fejegységet, de hát az felejtős, tehát azért szadjuk, de nem, tehát hogy nem tudom. És túljött és nem vetted fel a cuccot. Én? Igen. Mit nem vettem fel? Itt... De nem vegye fel. Ezt nekem nem kell fölvennem. De, azaz a következő küldő, hogy abból hármat el kell vinni. Igen, de van nála egy vas, tesó. Ezt le kéne adni neki most. Szóval mondom, nem, tehát hogy én nem értem, hogy hogy lehet az, hogy ilyen 1000 követős, nem, 5000 követős csatornákon kivarak, vagy promócióba az meg, én nem tudom, tehát hogy engem nem keresnek meg. A promó, hova tegyem a benzines tartályt, ahova mindenhonnan el tudom megérni? Tehát nem az elejére, nem a ketthez. Milyen ketthez? A cicához. Igen, még mindig van. A szerelő horda, amit izé felrakott. Ez technikailag nem volt egy biztonságos megmozdulás, de megoldottam. Maradjon meg a lombra, oda el kell mozdulni. Akkor tedd le a map közepén. Nekem az is jó. Köszönjük. Úgyhogy lényegtelen. Kizuval is beszélnem kell majd. Kisbarát meeting. Kisbaráttal beszélnem kell. Most azt szerintem, de majd csak egy tippet fogok neki adni, de majd eldönti. Szerintem most pont azt a hibát követ. És most menjek Tyson vissza. Tyson Pipeline-t, légy szíves. Igen. Közkezd. Ez nem az. De. Most nekem akkor mit kell csináljak? Ezt az abandoned drilling site-ra menjek vissza? Hát ott van egy előtted is, úgyhogy mehetsz egyenesen is. De ez az a küldetés amúgy? Igen. Ezután jön majd az a... Jönnek majd én a legszélsőből elvittem. Most melyikből? A legszélső. Ahol nincsen nyíl. Mindegyiken van nyíl. Neked ahogy látom a legfelső. Ebből vitted el? Uh-huh. A legfelsőből. Abba kettő van, a másik, a többiben csak egy-egy. Na az a lényeg, hogy amúgy arról kell vele beszéljek, hogy neki most van egy ilyen... Elkezdte, azt láttam egy videóját, hogy kiírja a videó alá, meg teleírja a videót szövegekkel, hogy kövess be a Twitch-en, meg segíts, mit tudom én, na, ezt nem szabad. Tehát én is csináltam egy darabig, hogy teleírkáltam a videóimat mindenféle ilyen kiírásokkal, de na, ilyet nem szabad csinálni. Miért? Mert ha valaki akar, akkor be fog követni akkor is. Jó van, Csucsu, jó éjszakát, köszi, hogy itt voltál. Hogyha valaki akar, akkor bekövet téged bármit csinálsz, tehát ez teljesen mindegy, ez nem ezen múlik. Elmegyek üzemanyagért, ezt itt hagyom. Ez nem, ami mi a véleményed, hogy Alpha Tauriból RB Vista Cash App F1 terület átneved. Mi van? Mi van? Red Bull Visa Cash a... Mi van? Hát nem tudom, ez így most egy kicsit furán hangzik. Mit kérsz? Igen, körülbelül, nem tudom, majd kiderül. Nem tudom, a Forma 1-et az utóbbi időben már nem nagyon néztem, de hogy már ilyen nem volt ilyen kényszeres F1 nézésem, miután a Red Bull mindent megnyer. Most olvastam egy cikket, hogy a Merci elvileg most úgy néz ki, hogy végre normális autót csinált. Nagyon remélem, én egyet szeretnék, hogy a Red Bull idén kapjon ki a gecibe. Tehát egy szó szerint, mint a szar úgy. Tehát ennyit szeretnék, ha ez megvalósul, akkor boldog vagyok. Mert így nincs értelme Forma 1-et nézni, szerintem. Annyira gatya lett most majd. Hát tehát tavaly szerintem egyszer, ha nem a Red Bull nyert, de szerintem ez minden verseny, nem tudom, hogy volt, de ez nem jó. Állítólag igen, csak hogyha a cikket elolvasod végig, akkor a szimulátorba lett jó. Tehát a szimulátorba lett jó elvileg.
Szóval nem tudni, hogy a pályán hogy fog viselkedni, de a szimulátor eredmények azok nagyon-nagyon biztatóak elvileg is. De teljesen új autót építenek, teljesen új koncepció az egész autó most is. De mindig meglátjuk. Úgyhogy én ezt így a vége felé elengedtem. Na, szóval a kérdésre a válasz, az a lényeg, hogy én azt vettem észre, vagy nem, lehet, hogy nem igaz, de hogy ha mondjuk van egy TikTok videód, amiben megvan a TikTokon, TikTokot egyébként szerintem nagyon könnyű jól csinálni. Én már előre tudom, hogyha kirakok egy videót, hogy az most jó lesz, vagy nem lesz jó. Az, hogy az első egy mondat hogy hangzik el. Most például kirakok egy olyan, vannak olyan videók, amiket kirakok, mert éppen nem tudok minden napra a lehető legmenőbb dolgot kitenni. Néha van olyan, hogy azt gondolom, hogy jól fog menni, és számok szerint amúgy mennie is kéne, de hogy a TikTok algoritmusa valamiért nem. De... és van, néha én is meglepődöm, de olyat nem lehet csinálni, hogy kiraksz egy videót valamiről, mondjuk én például egy autóról, és akkor az autó alatt ott van egy óriási felirat, amúgy kövess a YouTube-on, amúgy kövess a Twitch-en, amúgy itt is kövess be. Na, ezzel az a baj, hogy egyrészt a nézőnek el is viszed a tekintetét a témáról, mert egyből elolvassa azt a lóbaszó feliratot. Másrészt meg én nem tudom, én személy szerint úgy vagyok, hogyha engem megkérnek, tehát hogy direkt így az arcodba nyomják, akkor már csak azért sem. Nem tudom. Tehát, hogy így nem azért követsz be valakit, mert hogy megkér, hogy kövessd be. De lehet, hogy rosszul látom, nem tudom. Most ha Gutika beszél, akkor jelentem, hogy én nem hallom. Nem beszélek. Akkor hasonló a hangod, mint az autón felfüggesztése. Mi ebből a konténerből kell elvinnem? Mhm. Oszta. Gyerekek, ezt lebontottam. Ami biztos, hogy a héten kaptok tőlem egy videót egy ilyen menedzseres játékról, egy ilyen hát Racing 24 vagy mi a címe, nem tudom, hogy jó-e, még nem volt időm ránézni. Na azzal még nem... Hát ez el lett engedve. Jó játék nagyon, de nincs rá időm. Az a gáz, hogyha kiszámolom azt, hogy egy héten mennyi szabad időm van, hogy meg akarok tanulni mondjuk VRC-zni, meg nem tudom. Ennyi játékkal nem lehet egyszerre játszani. Ezt mondom neked, hogy néha csodálkozz, hogy mennyire haladok, mert egy játékkal játszom, te meg sok. Itt az kéne, hogy... ha lenne még valaki, aki streamelne napközben, hát nem tudom, de még annyi autós játék van, hogy ez brutális. Tudod, a barátnődet egyet játszani. Jó, de hogyha ő sincs itthon, mert napköz, tehát az a baj, hogy nem tudom. A napközben szerintem amúgy az a legnagyobb baj, ezt én pont nem értem, hogy egyszer hogy kétszer... Hogy mások is dolgoznak? Hogy mit tudom én, megnyitom így a Twitch-et, vagy valami véletlenül, mert mondjuk mit tudom én, valami értesítést el akarok húzni, azt megnyitom véletlenül a Twitch-et, és így azt látom, hogy így délelőtt 10-kor valaki streamel és nézik ezre. Mi? Bazdmeg, nem dolgoznak az emberek? Hát nem, simán nézik a suliból, munkahelyről, tehát hogy az figyelj, igazából ez egy jó példa. Nagyon sok ember van otthon, gyerekkel, vagy délutára jár dolgozni, és most mondok egy jó példát, erre ott a The VR. Van 500 ezer követőjük, tehát hogy bármelyik időszakban streamel, teljesen tök mindegy, ha te mondjuk, ha ők csak délelőtt nyomnák a streamet, akkor a délutánosok tudják nézni, a délelőttösök meg visszanézik majd a vodot. Tehát, hogy mindig lesz olyan ember, aki tud téged élőben nézni, ha te pedig állandóan délelőtt streamelsz, akkor téged megtalálnak azok az emberek, akik délelőtt vannak otthon. Ez ennyire egyszerű. Akik meg délután vannak otthon, azok meg nem. Ezért kéne, nekem is pont beszéltük Kévivel, hogy korábban kéne ilyen 6-kor kezdenem a live-ot, mert nagyon sok ember mondjuk lehet, hogy 8 és 10 között szívesen néznek mondjuk streamet, az rendben van. Igen. De hogy amúgy meg a 10 után meg már ők alszanak, és így sokkal kisebb az esélye, hogy mondjuk belefutnak a live-omba. Ja. Igen.
Szervusz, Satucsi asszony. Hát... kezdeném, és így... 10 kubadárnám a hú. És mert... amíg túlnyújtjuk, akkor még elmetsz, talán éjfélig is egy hú. Igen, mert az a baj, hogy most is mennyi az idő, mindjárt éjfél van, és még legalább egy fél órát, azt tuti itt kell legyek, mert úgy jön ki a vod. Tehát a vodot elindítom, akkor az legalább 45 percig ketyegjen, hogyha... ha úgy van, mert ja. Úgyhogy ez van. Hát én már lehet nem maradok a végéig. Hát jó van. Most csak annyi, hogy nézem. Nem tudom, mit csináljak ezzel a VRC-vel. Az a baj nálam, hogy megjön a kedvem nagyon. Imádok rallizni. És a 20. totálkárnál érzem azt ilyen, hogy áh, elég volt. Hagyjuk. Nem tudom, nekem ilyen néha azt szokott előjönni, hogy így a... előveszek egy régebbi Call of Duty-t vagy valamit, és így megjön a kedvem az, hogy mondjuk mit tudom én, végtoljam a World at War-nak vagy a Black Ops 1-nek a sztoriát. Azok még jókodok voltak. Ritkán tekintek vissza, hogy jönnek a régi játékokhoz. Mondjuk én nem tudom, Gutika, te hogy vagy ezzel, de te játékok terén nagyon-nagyon kevés játékkal játszol. Én nem ezt vettem észre, te inkább az az ember vagy, aki rohadt makacs, és előre eldöntött, hogy az szar. Mert elmondom neked, hogy a SnowRunnerrel, hát hogyha 3 hónapja nem könyörgök neked, hogy próbáld ki, és nem akartad. Most is már szerintem csak kínodban, mert a crewban nem volt mit csinálni. Nem, van, vagyis mert a crewban kék. Jó, jó, azért azt tegyük hozzá, hogy de nem, de a SnowRunnernél te például... te is megmondtad, hogy nem gondoltad, hogy ennyi mindent lehet benne csinálni, mert előre eldöntötted, hogy ez a játék az olyan, amilyen. Ez mondjuk, ez tényleg egy jó. És ugyanez lenne a izével is, Seven Days-el. Elkezdenéd, mert nem tudnád abba hagyni. De arra is megmondtad, az neked nem tetszik. De nem játszottál még vele. Én Minecraft-os mértem a Seven Days-t. Én egészen másképp tudom azt elképzelni. De akkor miért játszol például a Lego-val? A Lego Fortnite-tal. Az ugyanúgy nem Minecraft. Semmi már, csak a nem tudod megmagyarázni, tehát én ezt mondom, hogy én ezt az egyet, addig nem mondj a játékra semmit, ameddig nem próbálod ki. Ráadásul pont egy olyan játékról, most azt mondom, hogyha engem valaki elhív vovozni, akkor nem megyek, mert tudom, hogy engem maga a vov tematikájú játékok nekem nem tetszenek. És tök mindegy, hogy vov vagy hívhatjuk akár, hogy én egyik verzióját sem szeretem annak a játéknak, nem köt le. De a Seven Days az pont egy olyan játék, amit meg szeretsz. Szerintem. Hát, megtanul a bizniszemnek, de mondom, én autós játékokkal nem sokat játszok igazából. Need for Speed széria ugye, én inkább stratégiai játékos voltam inkább. Én mindig is azzal játszok meg inkább, stratégiai játékokkal. Építkezzél meg hadsereged legyen. Csumpi, te most hova mész? El kéne kezdenetek akkor anno 1800-azni. Várjál, most nekem kéne elmennem az utolsóért? Hát mivel én szállítom be, nekem a futón felnek nem üres, így... ja. Én elmegyek, csak nem tudom, hogy... Pumpinak nem lenne fele annyi idő azzal a nagy döggel. Hát ti egy gyorsabb ember, hát te dudáltál rám. Hát értem, hogy gyorsabb, de azért ennél a konténernél igen-igen megakadok a sarakba. Azért nem offroad bazzeg, amivel én megyek, hanem még mindig egy izé teherszállító. És az a baj, hogy nekem mondom, se váltó, se motor nincs rá. Tehát ezt nem tudom még rátenni. De oda amúgy könnyebb bemenni, ahova most mész. Úgyhogy oda simán bemegy. Bemegy, egyre is eljöttem, csak azért az övé kicsit tempósabban megy. Mindjárt elmegyek, értem el magam. Elmegyek, hát elindultam most már, akkor elmegyek. Csak én azt hittem, még behozom, addig a csumpi elindul érte. De például, ugye, mint ugye mondom, hogy a filmek tekintetében már annyira nem köt le így ez a horror, thriller téma. Mondjuk inkább a filmekben még úgy igen, de a nagyon véres dolog az már annyira nem. Viszont játékokban meg borzasztóan jó. Tehát az Outlast-nek az új része, az szerintem az legjobb. Az összes játék közül szerintem az a legjobb ilyen horror témában.
Na de így visszatérve az egészre, tehát hogyha most így nagyon stratégiai játékokkal akarunk játszani, akkor ott az anno 1800, abban lehet aztán négyen kópozni. Hát én nem ezekre gondoltam, hogy a Age of Empires, a Command & Conquer, és ez a szérián játszottam nagyon sokat. Jó, nekem ezek meg is vannak, ezeket megvettem egy ilyen hatalmas megapekből az egészet. Az Empires 4 az azt hiszem az benn van Game Pass-be, hogy ha abban van crossplay, akkor azt tudjuk nyomni. Hát tudom. Az ő is szerintem Cloud-ból játszható. Ez a Crew 2 is igazából szerintem csak egy csoport által jött be nálam. Ugye a Motorfest-ről alapból a Crew 2 után. Aztán... Szóval ilyen rally, meg mit tudom én, soha életemben nem bózottak ezek. Jó, engem Fateron vitt rally versenyekre gyerekkoromban folyamat. Hát ugye én minden évben többször kim voltam a... Ami ott a Mátra környékén volt rally verseny, azért mindenen ott voltam. Így élőben megnézem, úgy vonz. De bazzeg, hogyha élőben látod és jön egy ilyen játék, tudod 6 éves vagy, meg 7 éves vagy, kimész élőben rally verseny nézni, aztán megjelenik a Colin McRae Rally 2, de bazzeg minden vágyam az volt, hogy szarra játszak. Akkora élmény volt, hogy beszarsz, behugyozol. Meg mondom, tényleg a... Most nem is a régiek, azok mások voltak, ne tolass. De hogy egy... egy ilyen... Mondod, nem kellett, mert itt a tank. De most már elindultam. Van még szerintem benzinem. Mert megúszom visszafelé. Jó, a jövök utána tudok elmenteni, jó? Jó. Tehát most például egy ilyen... az a baj, hogy neked nem volt soha normálisan kormányod. És most itt nem a Crew-ról beszélek, hogy a Crew-ba tök mindegy amúgy, mert kontroller, kormány, billentyűzet, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. De egy ilyen Assetto Corsa-ba, vagy egy Air Factor, vagy akár a VRC-be, vagy a Dirt Rally-ba nem fogsz tudni billentyűzettel vezetni, mert nem alkalmas rá a játék. És ezt úgy értem neked, hogy nem úgy viselkedik az autó benne, mint a Crew-ba. Tehát nem is fogod érezni az autót, tehát teljesen más, olyan, mint hogyha egy ilyen... Mondom, más, nem tudom ezt így elmagyarázni. Értem, de mondom, hogy ezek a real-es játékok nem nagyon mondzanak, mert kipróbáltam volna bármelyiket, mert itt pár autók voltak csak, de nem. Hát nem tudom, hogyha lenne egy kormányod és kipróbálnád, akkor lehet, hogy másképp állnál hozzá. Hányom, aki amúgy megyek próbálom, lesz majd mindenféleképp van a... Iszonyatosan fun egyébként. Szóval nem engedtem el a kormányos sztorit, csak nem most erőzöm ezeket majd. Tehát nekem mindegy, akkor veszel, amikor akarsz. Mindenféleképpen foglalkozni a kormányos témához. Nem fogom felvenni, még megfordulok. Én is úgy szoktam. Kifele vegyem föl, mert... Nekem meg tényleg az a gáz, hogy muszáj vagyok. Igazából nem muszáj, mert szívesen csinálnám, de vannak dolgok, amiket nem szeretek. Például Gran Turismo-nak nagyon örülnék, ha most lenne itt egy Gran Turismo is el tudnám kezdeni, de ugye azt fizikailag nem... Hát, talán PS4-en egyébként el lehetne kezdeni a GT7-et, de alapvetően nem tudom, azt szerintem egy kicsit macerás lenne, de meg lehetne oldani. Viszont egyelőre ne húzzá, ameddig tudok jönni. Nem akarlak, mert Pestin Spinálba az utastam, merre kell. Tehvileg itt visszafelé. Navigáljálok bennetek? Jó, hogy fogjon ez el. Figyelj, Dika! Te álltál meg, vagy mit adott? Elengedtem a gázt, mivel hogy megálltál előttem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy... A következő lehetőségnek forduljon jobbra. Értem, csumpi. Na itt hogy fogsz följönni, öcsém, ha arra kíváncsi leszek. Így, hogy most már a motorom is sérült, mindjárt kiderül. Miben sérült a motorod? A seggedbe. Konkrétan. Nem is erre megyek. Ember azt mondtam, hogy jobbra, le balra. Ja,
Ja, én nem, én a Gergőt akarom megnézni, hogy mi van. Tanultak vissza. Hogy fog feljön? Jó, dósan. Hát biztos, hogy nem fog feljönni. Hát ez olyan emelkedő, hogy beszélsz. Nem, kezdjék el indulni. Nem kell felvérni. De ne álljál oda, ember, lendületből jövök, te meg megállsz nekem az emelkedőn, mert be is baszlak az árokba. Garantálom, hogy lerántalak a darúval. Az ünnei, mert föl tud állni abból meg. Én föl tudok állni. Figyeld, és felhozza bag, meg beszarom. Ez erősebb, mint a tiétek, még mindig mondom, ez heavy. Milyen tiétek? Hát ez motorikusan erősebb. Ez vontatásra van. Mi hogy a francból tiszt eljönni a dobból? Hát úgy, hogy ez erősebb. Hát én azt én megértem, de hát csúszik, mint a barom. Nem, mert nincs sár, hát saras, de nem mocsár volt. Hajtsanak tovább egyenesen. Neked a mocsárral van a izéd, az előnyöd. A powerben jó vagyok. És még mondom, ez még mindig az egyes motor benne. Még semmilyen motort nem raktam bele. Favágónál forduljanak balra. Még jó, hogy bepineltem. Legutika nem. Nekem egy a fontos, hogy lendületbe tudjon maradni, mert akkor ezek a sarak úgy megfogják, de át tudok azért menni rajta. Na, itt az meg jó eredettem a futókat. Na, szóval az előző, amit akartam mondani, hogy én VRC-zni, nagyon szívesen VRC-znék, csak nekem a tanulása az az, ami... Ugye rengeteg gyakorlás kell hozzá, én azt így kikerülném, de nem lehet. Hú, guttik a pazm. Mit csináltál? Mit csináltál? Neki ment az egyik utánfutónak, mert rosszul nézett rá, vagy nem tudom. Csináljál egy kis nappalban. Szia! Gyere nekem, föl fog borítani. Gyere nekem, hát föl fog szállítani az nagy föltonsz. Fotós kúrva, hát gyere nekem be. De várjál már most, hagyd... Ez az, hogy... Még nem jó, hogy működik a motorom. Pedig most semmi neki megy. Nem, kikerüli. Menjek oda. Nem, hát felhúz a futóba, várjál. Jó. Ja. Jaj, bassz meg véletlen rosszul. Jó volt. Na? Húz meg! És? Oj. Hát igen, öcsém, futóstól minden estét felállítottak állam. Mondtam, hogy kezdjétek el, ha ez meg lesz, ezt tuningoljátok. Itt adom el fel a gecibe. Akkor meg felüleged adom. Ez fizetős? Melyik van benne abban az ingyenesbe? Az másik internetesen van. Itt kínálgatja a kocsiját, hogy DLC-t van. Na várjál, de ott abban a másikban, hogy csak egy darab internetesen el van benne ingyen? Igen. Gyerekek, furán néz ki ez a szituáció. Igen, hát, nagyon furán néz ki. Menjek? Még ne. Húzza még. Csak kicsit mérlegeltem a helyzetet, hogy... Ebben nagyon kéne a nagy motor, gyerek. Nagyon kéne a nagy motor bele. Hát nézd meg, hol van, azt el kell menni ennek. Nem tudom, hogy nem-e szinthez köti. Biztos, hogy nem. Nincs motor, ami szinthez van kötve. Mindegyik, ami motort megtisztálni, ez mindegyik upgrade-es. Na, itt fogok egy kicsit megfingani vele. Tudom, hogy megfogok, előbb erre jöttem. De átmegy, csak... Ez egy kicsit biztatni kell.
ebből a vízből jöjjön ki, aztán utána már megy. Nyomom én is a futót, nyomja nekünk. Padló gázzal megyek. Én is csak lobom. Ne kaparjak el. Hát akkor az összes váltó és az összes tudsz, az mind. És olyan is van, hogy bejön egy autó, és mondjuk a felszedhető hozzá, amit föl lehet szedni, az mindig az új mappon van, nem? Nem. Tehát berakhatja régire is? Vár, hát ezt elbasztam. Hát... Nincs baj. Mondjuk, alapból bent van a játékban autó, és mondjuk tegyük föl a... Van az a zöld... Mi az? Fightliner. Arra például az úgy van megcsinálva, hogy az egyik pályán lehet hozzá kioldani egy speciális felfüggesztést, de alapvetően meg viszont mindenre is alkalmas. Vagy máshogy kérdezem. Bejön mondjuk egy új autó jövő héten. Az igen. Létezik, hogy mondjuk egy olyan mapra teszi be az upgrade-eit, ami már rég megvan és ki 100%-oltad? Nem. Tehát mindig új mapra teszi? Igen. Van egy pár ilyen alap upgrade, ami úgymond régebbi mapon van, de az mondjuk olyan upgrade, ami mondjuk tegyük fel az Advanced Special váltó, Offroad váltó, egy-kettő ilyen szörnyetegekhez a nagy motor, azok általában mindig ilyen régebb, azok egy ilyen alap mapon vannak rajta, azt összeszeded és akkor az onnantól fogva megvan. De az csak annak a gépnek újdonság, amúgy te meg már régóta azt használod. Ja, hát ez nem igaz, öcsém. Az meg ezt a hülye kanyart. Nem az a baj, nem kell négyre az drillingek minket. Nyugd már meg azt a fost közt. Ez bazzeg ilyen. Milyen négy darab? Egy darab kell te? Egy kell csak. Ha megálltam, nézem a térképet. És azt az egyet le kell vinnetek a milyen nevébe? A Porsche, a kikötőhöz. Várjál, az a drilling equipment, az kim van a kikötőbe? Igen. És azt a nagy kamiont kell elhozni, nem? Nem. Leraktam ide egyet, Gergő. Vagyis hát a portból majd igen, azt a széles hosszú szart kell elvinni. Ezt kell elvinni, és ezt hogy rakom fel? Maradj ott, van darul. De mi a fasznak darúzzam fel, ha beállok és fel tudom rakni rá? De ember, az abban a drilling site van. De itt van. Ez nem jó. De a milyen nevében is tudtok kivenni most már? Ott van mellettetek a warehouse, abból könnyebben kiveszitek. Hát most tette fel a Gergő magára. Azt a konténert akkor törőjétek ki. Csak nem tudom, ez a fehér konténer az hogy került ide? Csodálkozok azon, hogy miért nem tudom vezérelni telefonnal a tévét, azt rájöttem arra, hogy nincs wifi-re kapcsolva a tévét. Szerintem, hogy nincs tévéd. Nem. Az nagyobbat ment volna. Hát azért meglepődtem volna, hogy eltűnik ez a tévé. Mi? Megindul a projekt? Milyen projekt? Hát most akkor megpróbálod átvinni Drummondra? Nem megpróbálom, bazzeg, átviszem. Vágod? Bátyja, akkor oda operálok. Minek? Az viszont akkor valaki ha, induljon mit eszemből. Valaki mond... viszont akkor induljon eszemből és vigyen oda egy High Saddle-lel rendelkező járművet, amivel majd le tudjátok vinni azt a szart. És akkor annyival is spóroltok egy kis időt. Most ezt nem értem, tehát most megfogom, elviszem és lerakom. És ebben mi olyan nehéz? Igen, utána meg onnan kell majd elvinned egy cuccot, a portból. Jó, hát a Gergőnél nagy futó van. Az igen, de alacsony nyerges, annak meg magas viszem a high saddle-t. Az menő amúgy. Viszem. Megyek. Hány ember fér be Disney Plus-ba? 5 vagy 6? 4, nem? De várjál, van profil szám is, hogy mennyi fér bele. Figyelj, kezdjük azzal, hogy ezek úgy működnek, a Netflix is meg az összes, hogy tévékre van leosztva. Én nem tudom, a Disney Plus-on kell-e fizetni, mert az összes többinél már pluszba igen. Kell fizetned.
A Disney-nél is így lesz amúgy, hogy tök mindegy. És a Netflix is úgy nézi, hogy hány tévén vagy bejelentkezve. Tehát, hogyha te 20 számítógépen nézheted, csak televízió készüléken, a TV alkalmazásban nem lehet. Ha egyel több van, mint tehát kettő van, akkor pluszba kell fizetned. Ja, tudom. A Disney-nél szerintem 4. Még nincs a Disney-nél meg ez, de annál is ez lesz, mert azt mennek meg most a Dágút is az előfizetése. Netflix árban van már. De ez valahol érthető amúgy. Most így nagyit majd be kell vennem valahogy, és így azon gondolkodok, hogy az 5 profil mellé tudok-e rendelni még egy profilt neki, mert ha egyszer... Profilt szerintem lehet, mert egy családban lehetnek 10 is. Lehet mindenkinek külön profilja. Ja, azért mondom. És a Skyfall-hoz kell menni. A Pulsa King-et azt iszonyatosan ajánlom, az mocsok jó az a sorozat. Mondom, a porthoz kell menni a HGZ-vel? Igen. Gondolom a kikötőbe, nem? Erre kíváncsi leszek, hogy át tudok-e menni segítség nélkül végig, de szerintem igen. Hát igen, csak nagyon vigyázz a kis hidapnál, mert én ott a porút, amit tesz. Ezzel? Nem ezzel, hanem egy 4 fontos járgánnya. Úgy felborultam, mint a húzat. Jó, de te nem szeded a kis hidakat. Hát nem nagyon. De meg simán átmegyek, nézd meg. Nem ez a másik híd az volt, nem ez. Hát ezen én is átmentem. Akkor melyik híd? Kapnak megy a rossz. Az. Na én ott borultam be. Pont ez miatt, mert így húzta a futó. Bátya, bízod ide? Neked szerencséd volt, mert ide. Most majdnem nem volt. Na ugye... Sőt, még mindig kritikus a helyzet, de várja, megoldom. Láttam, ahogy kezdett el dőlni. Igen. Én kétszer végignéztem ott, hogy ezért magamnál elkezdett dőlni. Azzal a futóval mi van? Semmi, nem kell semmi. Én borítottam oda be, hogy el tudjam menni, csak közben én is felbontottam. Na jó, a biztonság kedvéért én tankolok egyet. Ja, várjál csak, ez a probléma, hogy a üzemanyagot nem jó helyre töltöttem. Kiszedtem majd magamból. Na, majd hallottam. Agad bú, akkor mehetsz tovább. Tudod mi a durva? Addig örüljetek, ameddig nem fog bebagolni az üzemanyag, és így nem az van, hogy vagy végtelen tudtok tankolni, vagy random kiszedi az egészet a járművedből. Figyelj, Guttika. Ott az üzemanyag tartály óta, majd mondom, hogy mi történt. Csak gyere utánam. Mi van, unlimited üzemanyagod van, vagy mi? Becsitelted magadnak az unlimited? Nézd meg, hogy megyek. Nézd meg, hogy megyek. Milyen, mert egy nitro glicerin is van az üzemanyagod? Benyomtam a nitrót. Gyorsabban megyek? Tőlem biztos, hogy nem. Ha jó, de én konténert vontatok. Hogy ne lenne súlya? Alig van. Ennek nagyon kis súlya. Szerintem a futó nehezebb, hogy maga a konténer. Hát abban nem vagyok biztos, de lehet. Szerintem igen amúgy, mert... Hát jó, most ez egy teszt. Jó vagy, komolyan mondom. Gergő, te olyan vagy, mint Glados. Minden csak tesztelni akarsz. Na, jó, csináljam. Így kell. Elmondom neked, Guti, hogy a összkereket kikapcsoltam, mikor elindultam a benzintartálynál. Hát én is kikapcsolnám, ha lehetne, de nem lehet. Nekem most csak hátsó kerék hajt. Gyakran majd téged az állam. Jó van, visszanyomom, mert biztonságosabb. Meg lassabb is úgy. Pondi az kerekes, úgyhogy nem tudom mit csinálni sajnos. De ennek a kamionnak lejár a mandátuma, amint ezt elviszi oda. Ugyan.
Hát most már vissza fogok belemenni izélni, mert az meg kell rá egy szerviz. Most már a szerviz genyóban nincs annyi. Bárki megszerellek. Hát már nagyon régóta megyek vele. És akkor mi van az annyi, mert negyed millimétereket sérül. Hát jó, nekem a futóművem már megint negyedes. Hát a negyede lement. Megjavítjuk. De amúgy itt van egy szervizkocsi valahol, csak nem tudom. És jó, hát magamra kell kapcsoljam, nem állok, nem tök mindegy. Amúgy is megnézném, nem tudom, hanyas szintű vagyok, de most már szerintem megint jöttek tuningok. Vagy nem tudom, lehet beviszem a ketet, és akkor a ketet megtuningolom, mert most már a ket megérdemelni. Mert az a ket... De még mindig nincsen meg az offroad váltó, meg az advanced special váltó. Jó, de az őszkerék már megvan rá, és az még nincs a keten például. Vagy a drilling equipment van ahol? Ha onnan csak azt tud fölvenni. Jó, igen. Mert van külön oversize cargo, ugyanígy néz ki amúgy egy-egybe. De azt csak másik mapon tudja majd fölvenni. Az oda vicces, amikor le kell menni oda elsüllyedt hajóhoz. Oda jól választhatok majd meg a gépet, hogy mivel mentek le, mert az agyhalál lesz. Én azzal a hosszú zarra csináltam. Én azt hiszem nyergessel mentem le, de ott be is szoptam vele a fasz, mert nem tudtam megfordulni. Ez mi volt, ember? Mi? Mondd, hogy felborultál. Mi? Ember kim volt egy fa az úton, azt begyűrtem magam alá és felborultam. Úgyhogy jöttem százal. Hát, ezért szoktam fékezni. Ezt nem tudtam, az a fa a földön feküdt ember. Ha mondom, simán átkodott rajta. Hogy rohadjon meg ez a szar, mert mindjárt vissza a Discoverellem valamit. Hát nincs itt a mapon valami járgány? Hát a Cat, de azt ne vidd oda szerintem. Ott a scoutja. A Cat az nem... nem tudom. Vigyet, ha akarod. Úton vagyok, nem ezért. Nem bozultam sehova. Vagy a vidd a scoutot, a scouttal ki tudod szedni. Igen, nulla üzemanyag van benne, ha valaki simán leszít. De amúgy ezt fejezzétek már be amúgy, bazdmeg, hogy az utcán mentek és akkor meglátok egy kamiont, azt kiszedítnek. Ez amúgy kurva gáz. Na várj. Azt azért vittem oda-vissza, tegnap előtt, hogy fullba tankoljam. Tehát az konkrétan, nem tudom ki volt csumpi vagy ki, de ma még az menjen vissza és tankolja vissza oda. Hát nem fogok vele visszarekeverölni, meg újra visszamenni oda. Leszarom, hogy ki volt, az legyen fullba tankolva, és visszaállítva oda. Mert ha bazdmeg, én holnap belépek a játékba, most mindenkitől függetlenül, és ott áll egy autó, be akarok ülni, és üres. És én úgy hagytam ott, hogy az jó volt, akkor legalább szóljon már baszki, hogy tudjak róla, hogy az ki van pakolva. Én nem tudtam, mert oda lefeszom ott, hogy én most láttam, hogy belült. Hát, gondolom, nem te voltál. Ott van a vízparton a neve, hogyha azért úgy van, guruljál le. Pixan a csumpi pakolta ki magának azt. Én biztos, hogy nem bazd meg. Akkor ki? Hát honnan a büdös istennek a kócos haszából tudjam? Van 80 per 80, az mi? Halad, Gergő? Jó, akkor tehetetezzük, hogy én voltam, mert benéztem, mert lehet, hogy... De akkor is. Igen. Ott van lent a vízparton. Látod azt az upgrade feliratot? Uh-huh. Azért menjél le. Biztos, hogy nem megyek magad. Most le. Leakasztod a futót és letuszk... De ha felborulok, vagy bármi van, most nem. Le fogok menni érte, de azt egy körből meg lehet oldani, és hogyha ne adj Isten, bedől, mint az előző izénél ez a szar. Várjál. Ami a garázsnál is van, nem tudok aláállni, mert egyszer elő van borulva. És bármi ilyen gebasz van, akkor kezdhetem újra. Nem kockáztatom meg, mert ez már mapon átjöttem vele. Mi az az upgrade egyébként? Offroad váltó. Ez jó ebbe is, amivel most vagyok? Ez elméletileg jónak kell bele lennie. Most ezt nem értem. Csumpi, te honnan jössz? Hát izé, felül. Másik irányba kell menni, oda kell levinni a sarokba, látod? Tudom már ide. IP? Figyelj meg! Azon a hatalmas nagy portály, ami ott van bent, tudod, a sziklák között. Igen. Az
kell valami küldetéshez? Nem. Mert elméletileg nem. Nem. Jó, na akkor azt mondani szépen kiszedem azt a tartályt és mindent feltakulok. Tudjam felhúzni ezzel az apacsot, hogy elméletileg az elbírja. Az apacsnak van a tetejébe üzemanyag. Az vissza fogja borítani a kocsidat amúgy. Az aztán voltam bele. Az simán vissza fogja borítani, mert szerintem mert abban a legnagyobb motor benne van. Jó, mindjárt meg. 84 liter, 84 szandek. Az üzemanyagja. Az lenne a legjobb, hogy azt mondom, hogy tartályt elbírnám bele. Az low-szedelös, úgyhogy elméletileg el tudjátok húzni. Tudom, azért fogok menni most, én nem tudom más akkor, csak lehúzom az tartályt, hogy lehessen tankolgatni. Ó, Istenem, menjél már! Ez DLC és ez a üzékocsi, ami neked van? Az nem. Mármint, hogy az a Chevy? Az Apache? Ja. Az ugyanolyan, mint a... amit ma vettünk, hogy az nem, a DLC, de nem kapod meg semmelyik szint, külön kell megvenned. Egyébként én úgy vettem észre, hogy most már így ezek után, hogy nem azok az autók a nagyon OP-k, amik a Season 5-ben vannak, hanem azok, amiket külön önmagába meg tudsz venni. Na hát ez a Season 5-ben is rengeteg autók van, rengeteg jó autó van. Jó, de azért az az Apache is egyébként azzal a üzemanyag mennyiséggel, amit rá lehet tenni, az nem kicsit durva cucc. Akkor te elmentél a Ford F750-nel. Az is DLC-s? Az DLC-s, az úgy van, hogy a Skoda Penzulán tudod megtalálni, arra 700 liternyi üzemanyagot tudsz rátenni. Konkrétan így szarra lehet azt tuningolni azt az autót, majd megmutatom. 700 liternyi üzemanyag van rá, meg ilyen 600 javító pont. És amúgy meg tökön faszon az is átmegy, hogyha jól meg van csinálva, csak az összekéne van nekem is szednem a nagy motort, mert arra a nagy motor, az viszont geszi szar helyen van. Ez kizárt, jó? Úgyhogy majd azt megmutatom, az eléggé szarra lehet azt modolni. Na hát, úgy látszik, hogy nekem is megvannak a határaim. Még jó, hogy most értem ide. Megoldom vincse, de ez most necces volt. Vigyázz a csökökre. Erre csak 120 litert lehet feltenni gergeltetére. Aha, lapozzál tovább. Mi? 120 litert? Annak lehet rakni a hátuljába is. Hátuljába is, a tetejébe is, meg még bele. Hát meg most ott van nekem az a új, az a nagy, hat, az a nagykerekű lófasz, ami most a legutolsó DLC-be jött. Az is olyan, hogy valami 400 liter üzemanyag van hozzá. Hát de ez van 200, meg 95 literes tankja, úgy nem is rosszul, ugye felvezetem. Akkor az 300? Azért mondom. És amúgy még meg sem néztem, hogy milyen kerekeket lehet maxosan rátenni, most az új DLC-ket majd meg kéne nézni. Ó, hogy szomorodjon meg a lovad. Köszönj ki valahova. Nem, meg magamat fogom. Meglássuk, mennyire erősen a kis jár. Na igen, a motor, ami mi a motor fogy el alatta. Másodjára. Nem, behúzogasd. Nem a húzogatok, kamerát próbálom, csak nem engedte, hogy fordítsam a kamerát, mert bebugolt. Hiába kattintottam, nem hagyta ott. Most is nézd meg a váltót, mondta, nem csak semmit. Ott az egerem. Megint össze, most a faszt bugol ez ennyit össze. Ó, gyerek. Benyomd a milyen nevét, a váltókapcsolást. Lehet.
Na, mennyi, most már koncentrálok. Kikamionoztam magamat a világból. Jogis Euro Truck Simulator vibe. Mondom, hogy volt ilyen, hogy majdnem elaludtam vezetés közben. Hát ott a sofőr is elszokott aludni vezetés közben, akkor rá kell dudálni egyet. És akkor felébred egy 2 percre. Mindig azt csináltam, amikor mellettem eljött az égre, tudálni vezetés. Ugye abban én is jártam, megfogtam, mentem a Magnummal, aztán nyomtam neki, mint adtam a dudát, hogy fönnmaradjon a karakterem, mert nem alszunk, mert fuvar kell, időre visszük, aztán hát... Ja, nem alszunk. Nem, nekem volt olyan, hogy azt vettem észre, hogy ezek a kormány a kezembe, mert hogy bementem vele az meg az árokba, mert már dőltem le a székről. Ha mondom, még egy fuvart megcsinálok. Jó, én nem ilyen nevében voltam úgy egyszer, hogy én meg azt csináltam meg ott, fú, azon nagyon-nagyon szakadtam. Le volt szárva valahol Németországban egyik autópálya. Nem tudtam tovább menni, és kerülnem kellett volna, de az ami 600 km lett volna. Én meg így megfogtam, lementem az egyik oldalt, fölmentem a másik oldalt, és így átugrattam egy kamionnal így a szalagkorláton. Hogy tudjak menni ott arra tovább, mert arra csak 300 km volt. Az amúgy érdekes módon, az is már nem is tudom milyen régi játék, és még mindig van fejlesztve. Hát de figyelj, az olyan, a BeamNG 10 éve csinálják. Tehát, de egyébként alapvetően nincs ezzel a baj, ha valamihez folyamatosan jönnek upgrade-ek. Akár 10 évig is lehet nyomni. GTA-t. Például. Vagy például ott mondom a Warship, World of Tank, meg ezek. Ez teljesen rendben van. Hát én a tankot én azt nagyon megutáltam. Miért? Ahogy elkezdtem War Thunderezni, vissza sem mernék nézni a tankra. Én megpróbáltam a War Thundert, nekem nem jött be. Mindenki amúgy ezt mondja, én is nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy ilyen kicsit szkeptikus voltam, csak most már egy. Most, hogy így már, hogy vannak ilyen tök fasz, ilyen modern repülőgépek, amikkel azért már tényleg lehet repülni, meg minden. Meg olyan tankok vannak, ami tényleg a jelenkorban vannak. Így azért az elég baszó, mert én így egy idő után, amikor már úgy nagyon-nagyon tele lett a faszom a VOD-tal, én akkor kipróbáltam ezt az Armored Warfare-t, valami, még egy valami indie, ingyenes ilyen tankos játékot. Nem jött be, aztán mondom, teszek egy próbát ebben a War Thunder-re, meg minden, mert hallottam, hogy ez jó játék, meg minden, és amúgy azóta meg ott ragadtam. De most a War Thunder, mi lett a bajod a VOD-tal? A konzolon nagyon-nagyon sok olyan csata volt, amikor így már kezdett tele lenni a faszom, hogy a WTO felszázzal megfogom, tudom azt, hogy hol kell belőni a tankot, oda lövök és eltűnik a lövedék a levegőbe. Én nem tudom, én a World of Tankot, mondjuk az abban én szerintem már vagy 10 éve abba hagytam. De már akkor jöttek egyébként a grafikai update-ek, már iszonyatosan keményen nézett ki a játék. Most is amúgy nagyon durván néz ki, de szerintem amúgy a War Thunder jobb. Akkor is szebb volt a War Thunder, mert ugye az újabb fejlesztés, de nem tudom, nekem valahogy nem. Tudod, a World of Warship-et azért hagytam most abba, mert az egyszer nem tudom. Az kimaradt. Én nem tudok vele leállni. Tehát ezt nekem muszáj abba hagynom, mert ezt éjjel-nappal nyomtam. Én nekem az kimaradt az életemből a hajós. Pedig nekem, amúgy... Nekem az a kedvencem. Én 2-3 havonta kapok hozzá ilyen pakkokat, tehát hogyha én belépnék, szerintem egy ilyen 15 hajóval kezdenék instant. Nekem abban van 120 hajóm, és 10-es szintűből majdnem 20. Nekem, én ott hagytam abba a Xboxon a tankot, amikor... Nagyon-nagyon sok ágat kihúztam én is ilyen 10-esre, meg amikor akkor jött be, talán előtte jött be nem sok ez a modern... Hány csatád van a World of Tankban? 6000, azt hiszem. Nekem 10000. És nekem még nincs megvéve a 10-es tank. Tehát nekem ki van fejlesztve, nem a franciából megvan, talán az az egy. És akkor, amikor én nyomtam, akkor még nem tudtál itt tankokat venni. Tehát, hogy így
nem, annyi volt az összes cucc, hogy lehetett venni prémium accountot, és ennyi. És 10.000 csata alatt sikerült egy darab 10-es tankot kihúznom. Azt nem tudom, hogy megvan-e véve, lehet, hogy nincs, de azt tudom, hogy ki van, egy ki van húzva. Nekem nagyon sok ki van húzva. Én nekem a Waffenträger AUF E100-as, a JGPZ E100-as, Sima E100, mondom, hogyha olyan, mint a, hogyha olyan, mint a Warship, akkor annyi, hogy változtattak rajta, akkor az sokkal könnyebb. Tehát a Warship-ben is kellenek az XP-k, de vannak ilyen zászlók, amiket felrakhatok a hajóra, hogy több XP-t adjon, hogyha mondjuk kapok, meg festések is van. Vannak olyan festések, amik XP boostot adnak, mondjuk egy X, ameddig kapok 10 festést, mondjuk a következő 10 csatá, a következő csatákban, a 10 csatában kapok 50% XP bónuszt. Nem tudom azt, hogy így van-e most már a WoW-ban, mert én amikor még játszottam, akkor még ilyen tokenes mi a neve volt. Én aktiválgatni kellett így csaták előtt azt, hogy így dupla pénz, meg dupla XP. Na, amikor én játszottam, akkor semmilyen nem volt. Semmit nem lehetett duplázni. Csak annyi lehetett, hogy mentél csatába, és egyetlen egy segítséged volt. 3000 forinté 50, vagy dupla XP, dupla pénz, ennyi. Vagy 50%, nem tudom, ott a prémium. Semmi más nem volt benne. Ja, 50%-os. De konkrétan amúgy én úgy hagytam abba a botot, hogy én vettem egy év kompletten, megvettem az egy év prémiumot, másnap abba hagytam a játékot. De ilyen bűhöz, ilyen picsofis akcióba vettem meg, mert valami, nem tudom, azt hiszem 1500 forint, vagy mi az, ilyen 1500 aranyért vettem az egészet. 5-6000 helyett. Mennyi a most a... Nem tudom, mennyi most a prémium ott. Én megmondom, hány csatában. Nem tudok felállítani, még megfúgni sem tudom ezt a kurva kamionbal meg. Olyan gyenge. Az a kicsi. Hát emberek csak kapar egy helybe. Mindjárt, mennyi, maradj ott vele. Most szállítottam le, átmegyek, azt felborítalak vele. Esküszöm neked, én már próbáltam mindent, hát egy lököm ide a kamiont, lököm oda a kamiont. A szálljál vissza a felborútadba. Nem tudok valami csinálni, az neked. Szálljál vissza a felborútadba. Megvédem a... Aktivál be az outvideót a Dysonba. Mindjárt. Na, hajrá. Na, az, hogy már elforgattam azt a kurva kamiont az eredetet. Nem, nem. Köszi szépen, jó éjszakát, várjál. Mit kell beaktiválnom? A Dyson Diesel utolsó. Be van. Kösz. Szeretném, ma nem bírom felhúzni vele, bazd meg. De várjál, most fel akarod húzni? Hát fel akarnám állítani konkrétan a talpára, de nem bírom. Már húztam ide, löktem oda. Már nézzek, mennyi üzemanyag van benne, hát. Az mindig használtam-e. Egyszerűen nem tudom már hova lincseljek, vagy rincseljek, hogy el tudjam húzni. Nem bírom felhúzni a talpára. Azt meg ezeket a kurva köveket, várjál már, hogy... Igen, tudom, az engem ott is felbaszott. Mondjuk én innen próbáltam meg, ahol van a fa, onnan szemből. Mert ott ugye azok a nagy kövekem kicsit megakad a kisergely. Öcsém ezt a forst. De figyelj, hogyha kimész az orrához és felhúzod egy ilyenesbe, akkor könnyebb dolgoznom. Én nem bírtam. Már engedtem. Már azért gondolkoztam, fogom azt vissza recoverelni. De annyira nehéz ez a tök, hogy nem bírja el. Na figyelj. Na. Próbáltam neki futásból is. Ne aggódjál, szerinted? Vagy menjek valami olyan helyre, hogy... Legyen nagy a faszom. Látod, és elhúsz, nem bírja elhúzni. Várjál. És szakmai véleményt szeretnék. Hát a vincset azt szerintem nem lesz hozzá elég. Lézzel meg osztásom. Mindjárt csak kíváncsi, hogy a Gergő fog lebír állítani. Igen? Ne, engedd el. Nem, biztos. Körbe. Biztos. Nem megy át. Ezt nem hiszem el. Nem fog átmenni. Várj, nekem ezt most meg kell oldanom, érzem a kihívást. Hát ez az, mert ez nehéz épp van meg. Jó, csak ennél a kedves ár, mondjuk ott a kivincselgeted magad jobbra balra. Üzemanyag föl van tankolva, alul is, fölül is, mindenhol.
Meg az enyémből is vehetsz, mert ebből is van 209. Azzal nincsen, nekem csak egy bajom van. A kis izékkel. Így akarsz felhúzni? Pokitú nem bírsz megmozdítani. Nekem ez lesz az utolsó fuvar. Ember! Megrogod azt a után? Nem. Évér. Vissza foglak borítani, akkor is, ha beledöglök, várjál. Szerintem az a baj, szerintem a legkisebb vincs van rajta, tudod? Na, nem baj, mert izé, mert itt fel tudja magát átani, ha felborul. Én is mindig azt találom amúgy. De túl könnyű. Én szerintem nagyon könnyű az a kis járgá. Ja, az biztos. Azt mondják, Suprával kéne próbálkozni. Mondom, én is húztam le, húztam fel, nem bírtam bele mit csinálni. Mert látod, csak megforgat a tengelyem körül, nem tud mit csinálni. Mert... Rohadjál meg! Ki kell találnom a leg... Meg kell találnom azt, ami a legjobb súlypontod. Mert amúgy szal irányban van a kereked is döntve. Hát nem tudom forgatni, mert a motor nem indul el. Kerek kicsit tudod forgatni? Nem, ilyenkor leáll a motor, se kerék, semmi nincsen. Na figyelj, 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 mondom a tutit. Még egy ötletem van, nem akkor ezt így nem lehet. Hát meg lehet, ha nekem jönnél öntről az oszlop, fölül. Akkor az lesz a vége, jó? Azt is megnézzük. Még egy... Hát, így tudnál borítani. Ha beállsz oda, ahol van nekem a taru, akkor csitől is elkezdesz löpni. Szerintem úgy talán fölbén nem állítani. Mert akkor már beindul a motor, mert nem érek le a földre, tudod. Na de viszont én lépek, aztán majd... Mai nap még leszek, nem tudom ki lesz, hogyan lesz, kinek jövök segíteni. Hát mondjuk, hogyha ilyen lesz, hogy 5 másodperceként kifagyok, mint mindig, akkor ez egy kicsit rippes. De nem tudom. Szerintem amúgy pályafüggő. Ippi! Kicsit felakadtált a szallakon. Menj már! Elszakította a izét, a kötelet. El tudja, igen. Onnan nagyon szépen lehet borulni amúgy. Fú, még jó, hogy ez a nagy geci nagy izé van nálam. Fú, pazd meg. Ilyen mondhatásokra amúgy a kisebbik tesója ennek jobb. Na, az rövidebb sokkal. Az engem nem erre kellett, itt most a izé kellett a terület a... Otti, bazd meg! Vissza foglak állítani, ezt most eldöntöttem. Jó ét mindenkinek, jó köszönöm, hogy lehetne, aztán majd még nyomjuk. Alakul. Na jó van, jó pianist. Na most leszel majd jó. Föntről neki kéne menni, hogy találjak a kerekére. A kerekét kéne a másik irányba forgatnod, ez az egy baj van veled. De mi, ha beleülsz, nem lehet a kormányozni? Nem. Le van állva a motor, nem működik semmi. De ember, nem kell a motort beindítani ahhoz, hogy a kormány tekerhesd. Hallod? Nem lehet. Hidd el nekem, nem lehet a kormányozni semmi. Semmit nem tudsz a helyzébe, hogyha felborultál. Egyik kamionnal se. Ez mondjuk igen, elég hülyen van megcsinálva, de ez van. Ez benne a kihívás. Felborulsz, vagy visszarecoverelsz, vagy így maradsz. Hát nem, még annyi, az se lehet. Ha még a motor nem megy, addig nem tud csinálni semmit. Ilyen vagy a jobbra-barra. Ez hihetetlen, bazdnek, ez az egyetlen probléma amúgy. Hogy be van forgatva az idiót a kereket befelé. Hát igen, mert így kaptam el azt a fádát. És mi van, hogyha a picikét elhúzzátok? Nem baj, meg kell oldja. Azt mondta, hogy fölborítja ezzel a kis szarra. Ja, jó. Fel, nem... Az literje van. De és még... Van még 200 bele, ne aggódj.
Na, de én nagyon aggódtam. Nem tudtam volna aludni. Azon, mert mennyi múlva évetőt, akkor elszakad a kötél. Anyom, milyen semmit. De nagy nekifutás itt nem történt. Ja, hát itt konkrétan ez a kocsi, ez megfogja, és a nehéz fehér konténeres, mit tudom én, tudod, láttad Gergő? Igen. Azt felviszi a szalagkorlátra, a fahídnál majdnem leborultam, már félig már majdnem felborult a vagon. De már nyomom a nitrót, érted? Itt próbálok nitrózni is. Szerintem próbálj meg lökni a kocsit. Nekem az a bajom, hogy na most, végre. Na most még jobban elforgat. Nem baj. Hát behúzol a sárba. Lehet, hogy az a célja. Berángod a sárba, azt mondta, hogy a picsába. Használd a fát, támaszték. Na azt is próbáltam már, de nem. Próbáltam, nem jó. Szerintem azzal jársz, hogy beállsztod a Saddlehez, és akkor voltam fellöksz a kocsit, de szerintem azzal talán működik. A rám futsz, maximum sérülünk egy kicsit, de hát nem a tetejéig gondolta. Nem tudom forgatni a kereket, azt írja, hogy engine stallen. Várjál, van egy ötletem. Az még mondjuk akár működhet is. Várjál, csak próbálom kilogikázni, hogy hogy lenne jó. Basznek, ilyen nincsen. A kereked áll kurva szar irányba, ember. Hát nem tudom, nem is ember, amíg engine stall lett volna, addig nem tudom elforgatni. De ez az egyetlen egy baj van vele. A rohadt kereked. Gondolod, ez fejtetőn volt amúgy, ez a kocsik. Igen, kidöntjön. Nem, az elszakad. Nem. Hány kiló ez a fos? Ha én megnyomom a V-betűt, akkor elszakítja a kötelet. Jó, most elszakítottad el? Igen, mert ugye megpróbáltam beindítani a motort, de... Ahogy én megnyomom a dupla V-t, amíg nem áll izére, amíg elszakítja a kötelet, mint ha R betűt nyomnék. Az kár volt, mert amúgy ott még húztalak is egy picit. Azomad beléd. Nem igaz, nem lehet ezt, nincs valami megoldás. Hát dehogy nem. Ahogy én mondtam, de azt kéne megpróbálnom. Hiába megyek neked. Beállsz a fülkem mögé, és ott próbálsz meg valamilyet vincselni, és úgy húzni. Azt csináltam most. Nem úgy a fülke, az én fülkém meg. Onnan rám semmi csatlakozunk. De. Menj már. Semmi, gyerekek. Na jön majd csunk, hogy mi ide hallom. Kicsoda? Nem tudod át? Hát de én egy másik mappon vagyok. Ja, bassz meg, benne vagyok a stream. Bocsi. Ez gatya. Is állítom be, ne zavarjon itten téged. Várjál még. Az. Pedig forgatni tudsz húzni, nem, de forgatni igen. Várjál, még egy dolgot megpróbálok. Ha nem, akkor én ezt feladtam, mert már rommá törtük a motort is a kocsimon. Itt lehet azt érdemes lenne megjavítanom, várjál, mert akkor legalább bizé van. Mondjuk nem a tiéden, mert azt, ez jó volt. Az ennyi megjavítottad meg? Azt. De a tiédet is javítottam. Igen, megpróbálom úgy, hogy... Mert hogyha egyébként még azt elképzelhetőnek tartanám, hogy itt fölfelé, hogyha betapadok az útra, azért ott nagyobb ereje van. De...
Még följebb. Próbálja, de hát nem húz. Azaz. Úgy. Az meg, hogy elkapar az a géget. Na most akkor előről. Pedig amúgy elég erős, csak pont szar helyen vagy. Nem, meg szerintem nincs rajta a nagy vincs, az a heavy, vagy nem tudom. És ha megpróbálnál nekem jönni, fejtetőre fordítani, és a másik oldalra, akkor viszont jól fog állni a kerekem. Hogyha átborítasz a túloldalra. Hú, te ember, azért azt így gondold még egyszer végig. Hogy én ezzel még egy irányba nem tudtalak visszaforgatni, nem vagy kettőbe. Most tényleg, ha megnyomod az A meg a D betűt, akkor nem forgatja a kereket. Hallod. Semmi. Nulla. Ha meg a W-t nyomom meg, akkor szakad a kötél. Az olyan, mint az R betű. Jó lesz az, mindjárt átmúló, de... Nagy ilyet, hallod még? Nem tudom, mit csinált az előbb, de ott megbillentette kicsit. Igen. Erre neki futásból kell akkor menni, és akkor talán fel tud húzni. Azaz. Mert elemelsz a talajtót, de nem tudom beindítani még a motor. Miért ilyen nehéz az a szar? Ember, elrántasz, vágod? Nehéz az a dög. Nem tudom forgatni a kereket egyszerűen. Jó, hagyjad drag, tűzi alatt. Várjál! Üzemanyagot tudsz kiszívni tőlem, és ez nem lényeg, mert nálad is van. Hú, te nem csak álljak talpra, azt a fázomban kivágom. Nem hiszem el. Még egy gondolatom van. Na. Olasz ebből a picsába hátra meg megfordul. Igen, mert így elég nagyokat tudsz rajtam húzni. Azaz! A billeni már át a szóval. A kereked, a kurva tetves kereked az, ami az meg nem engedi. Gyere, ezt nem hiszem el, bazznek. Hát ilyen a világon nincs. Ez a mocskos kerék tart neki ellent. El is szakadt a vincs. Várja, most már megleszel. Nem csináltam semmit. Pedig olyat, azaz. Á? Azaz. Így, hogy csinálod, az jó. De visszaborultál nálam. Hát de én szemszögemből nézem. Mit a... Ha így tudod rángatni, akkor izé, akkor mindig billent egyet, mert többet húzol előre, mint hátra. Jó lesz így. Csak mire? Hát, hogyha most oda fölmész szembe, ahol van a fa, aminek én neki mentem, az a kidőlt fa volt, igen, pont az. Az nem jó, mert a sár. Tehát nekem a egyetlen esélyem az az út. Ott tapadok be a legjobban. Vannak a fának kancsin meg. Igen. Amit most el lehet törni. Szihetetlen, bazd meg. Esküszöm, tudod mit? Pedig az így, hogyha tudnál billegtetni, az jó lenne amúgy. Mert az föl tudna borítani. Nem tudom, hogy csinálok. Úgy, hogy kimegyek az útra, azt betapadok az úton. Visszahúzok? Gondoltam arra, amit beszéltünk, hogy át kéne forgassalak valahogy, de... Azt ott föntről tudnál igazából, hogyha neki mész. Mert itt csak húzok. Nem mozdulsz? Konkrétan semmit.
Az a baj, neked megyek is, nem fog történni semmi. Nem tudom forgatni a kereket, egyszerűen nem engedik. Azt írja, engine stalled, cső. Az én módom, hogy az anyag volt. Eltépted? Még egyszer megpróbálom fölfelé, hát hogyha de... A legnagyobb probléma az az, hogy... megnézhetjük azt, de mondom, itt a legnagyobb a kerék, a kerékkel, vagy a kormánnyal van a baj. Hogy ha az a másik irányba állna, akkor nem támasztana be neki így. Akkor vissza tudna billenni. Igen. Kurva fa, ami itt van, bazdmeg. Annak mentem neki amúgy kajakra, szemből. És felborított. Mennyivel jöttél? Max-szal, mennyire jöttem. De miért száguld az a... Ember, ez egy állat, hogy... És szemből neki rongyoltam, és felborított konkrétan. Ez rendesen visszapattantam, mint a gumilabda. Ilyet még nem láttam, ilyen reakciót. Hát, én kimondom. Ez ide kevés. Dehogy kevés, nyomja neki. Az a billetetősebb kéne, amit az előbb csináltam. De már annyira kilettél húzva, hogy nem tudlak, egyszerűen nem tudok hagytad fogást. Tehát ennyit csináltam, hogy nyomtam itt a gázt. De mint látod, teljesen tök mindegy, mit próbálok veled kezdeni. Nem tudlak, meg se tudlak mozdítani. Nem, ez esélytelen. Értve nem mondom, hogy esélytelen, mert várjál még talán, de... Az a baj, minimálisan... De nem tudok, az a baj, nincs akkor a tempó, mert ez lassú ez a kocsi, ez nem erre való. Tehát most így oké, elindul, de... Így szemből, mikor az aszfalton fönn. Egy gondolatom még. Ennyi. De hagyjon már meg, ezt nem viszem el. Tudod, milyen hibát követtél el, bazdmeg? Mit? Az, hogy te vincsel nem húztál. De akkor visszahúzom magamat. Nem, hát én azt csináltam, én nyomtam az F-betűt. Te meg húztál a kocsit. Ugye egy kérdésem van, nem tudom milyen hibát követtem el, most a kerekeiden állsz, amikor ide jöttem, még nem álltál a kerekeiden. Na, akkor kiállítod, hogy ki mered jelenteni? Hol van az a köcsök gaj, mert én most egy kitöröm annak. Szülye. Várjátok, én ezt a kis genyót most lehet, hogy visszaviszem. Megnézem, hogy van-e rá valami korrektebb. Ám, hogy nem tudom. De hol van az a gaj? Hol a kett? Az ott van lent idáig, még mindig az üres, pont üres. Na, a kettel el fogok teleportálni. Nem kell, hát oda viszem a tankot. Már ne keresd a ketet, ket velem jött. Azért vittem el, mert a ketnek most már nagyon kijár egy tuning. Tehát elmondom neked, hogy a ket az úgy néz ki, hogy a legkis... Tehát, Muci, én menjek oda, vagy magadtól is abba tudod hagyni? Nem baj, sikerült? Ez az gyerekek. Na, például most nekem, most tudom, hogy ez milyen motor ez. Akkor a motorban jó a ket, abban például pont megvan neki a legerősebb, váltó nincs. Baj, Muci! Ne benne a képbe. Abba hagyod? Elforgatom? Nem fogja abba hagyni. Na például, figyelj, kerékből... mondjuk a kerékből pont van rajta egy ilyen offroad kerék, de nem mudos. Új, várjál, neked a magasod a felfüggesztés nincs kocsi alatt, mi? Várjál már, erre nincsen mad kerék. Hogy ne lenne? Esküszöm, hogy nincs. Offroad chained... Nincsen. Offroad chained és ennyi, és nincsen mad. Hát és a fősök azok mik?
az a rengeteg gumi. Alterrain, meg Highway, ennyi. Hát akkor csak offroadot tudsz rá tenni. Abból se tudom, de várját, 47-es talál tudok tenni, de most a hanyas van alatta? Hát a pipa. 47-es, hát akkor annyit tudok csinálni, hogy ki tudom cserélni mondjuk erre. De most nem sokat számít. Ugyanaz a kategória. Hát winchből megkaphatja az... De miért nőnek a gumik ilyen méret? Én nem értem. Na mert itt kapott most egy összkereket. Na ez is izé, nem volt meg neki. Igen. Hány színű? Mindegyik más? A középső kettő? Vagy be van vizezve? Ja, azok a színváltós, értem. Nem színváltós? Mit történt csomóval? Hm? Itt vagy még? Vagy bealudtál már? Leadtam a izét, ezt most. Na most várjál már, én most mit csináljak ezzel? Visszamegyek, vigyek egy új szervízautót vele? Minek? Ide erre a nekünk nem kell semmi, hogy áthozzá. Hát ja. Ez konkrétan lassan pucolós lesz az a map. Jó, hát akkor... Itt már pucolgatni kell. Azt igazából konkrétan szerintem hagyd otthon. Hű, gyerek. Itt van ember, itt is itt van egy tartály, meg itt is itt van egy tartály, meg még egy tartály. Meg a Trailer Store-ból is tudsz kérni a szerelőt. Nekem egy rahedli tud. Menj már. Hát ezen, most én nem tudom, hogy ez melyik. De szerintem ez még a stock. Hát nem a stock, de... Azt nézem, hogy ezeket vagy nem tettem eddig rá, vagy volt más, vagy nem tudom. Szerintem ezek szinthez vannak kötve. Az biztos. Kipufogóm is legkisebb volt. Hát azért én nem mindig teszem fel a legnagyobbot, mert olyan szinten füstöl, hogy... Néha nem látod konkrétan, hogy mit... Merre mész, mert úgy füstöl valamelyik kocsi. És erre nekem van? Nincs. Erre nem lehet tenni például suspension-t, hogy megemelje. Nincs hozzá gyárulag semmi? Nincs, mert ez heavy duty. Mm-hmm. Eddig? Na jó, gyerekek, ennyi volt mára. Azt mondom, hogy várjál. Mi másodpercek kérdése? Hát igen, erre van. Erre kéne a nagy baszókerék. Rátettem már. Van rám magasítás, he. Na ezt ja. Mondom, nézd, hogy alapból ez van rá. Nem, várjál. Ezek a módosak? Hát alapból ilyen virsli gumit tesz rá. Most nem tudom, az a baj forgatni. Tehát, hogy ilyen... A ízek, a DLC-sek, a lila jelölések. Na figyelj, ezeket teszi rá neked alapból. Tehát ezt a négyet és különböző méretben. A DLC-s az meg nem az, hogy ilyen, hanem hogy nekem ami tetszik, az ez. Hogy ez olyan szinten széles, és én ezt nem akarom elhinni, hogy ez a DLC-s, ez hogyha most, hogy mutassam meg neked, szerintem látni fogod. Értem, mire gondolsz. De nem, hogy látványra is most megnézem, mert akkor úgy legalább én is látom. Tehát itt van mondjuk ez a gyári mód, ez melyik a legdrágább? Hát mondjuk ez, de mindegy, ráteszem. És ez, nem lehet, hogy ez mondjuk nem lesz szélesebb, mint az. Nem lehet megnézni, és akkor most cseréljük ki. Lehet, hogy aztán nem szélesebb. Nagyjából látszik az így is. Nem biztos, hogy szélesebb lesz, várjál. Itt van, mondjuk ez. Úr excellent. És akkor látod, itt például van olyan, hogy average az út. Tehát, hogy on-roadon is jól működik. Egy-kettő mondjuk... gumiben van változtatás, de a 3-4-én amúgy nincs. Na. Ez sokkal szélesebb szerintem, vagy legalábbis lényegesen, és nem akad el úgy egyébként. De mondom, ez csak ennyi, meg amiből kaptál bele, az... nem... Az itt. Például mondjuk ezt, meg ezt adta hozzá, és ugye ezek voltak. Jó, de figyelj, ezt úgy nézesz a DLC-t amúgy, hogy ez a DLC, ez 999 forint.
Tehát, hogyha mondjuk akcióba 500 forintért veszed, akkor annyit meg megér amúgy, érted, hogy egy... 1000-et is megér igazából, tök mindegy. Tehát, hogy annyira pitiáner összegről beszélünk, és annyiféle tuninggal lesz több az autó, hogy szerintem tök mindegy. Tudom. Ezen nem múlik hát, sok minden. Jó, mert mindegyik kocsira ugyanazt a gumit lehet feltenni igazából, azt a 4-et, az cső. Meg például mondom, hogy ami tényleg ilyen érdekesség, és akkor ennyi is. Ez a kocsi, erre nincs, erre egy darab gumi van. Tehát ez egész játékban egyetlen egy gumit tudsz rátenni. Ezt, meg ezt. Pont. És most legalább kapott be az meg... Azért ez így kicsit menőbb szerintem. Na, de igen. Mint ez, meg ez. És akkor csók. És felnéből sincs. Mondjuk ez, és szerintem ezek durvábbak, de... Nem tudom, hogyha van fizika a játékban rendesen, akkor valamit számít. Amit felnéből még mindig nincsen rá semmi. Na mindegy. Na faszom. Na jó van, kedves nézőim, holnap este, Ali, addig is jók legyetek, jó? Na pacsi mindenkinek, szervusztok, sziasztok. Jó éjszakát, atya úristen, mennyi lett ez a vod. 1 óra 25 perc, na csá.